Megadom a szót Szabó Tímeának, az LNP képviselőjének 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Én ismét államtitkár úrtól kérdezném azt, hogy ugye itt két teljesen más tartalmú módosító javaslat érkezett az önök soraiból. Államtitkár úr, melyiket támogatná, illetve támogatná azt a kapcsolódó módosítót, amit Schiffer András képviselőtársammal nyújtottunk be, ami ugye a miniszterelnöki hivatalhoz rendeli ezt a kérdést. Úgy gondoljuk, hogy ez már csak azért is indokolt, mert ugye folyamatosan pakolják át a külügyi dolgokat a minisztériumból a miniszterelnöki hivatalhoz. Hivatkozás itt a hírszerzés például, hivatkozva az IMF tárgyalásokra többek között. Köszönöm. Megadom a szót szintén 2 percben Vágó Gábornak, az LNP képviselőjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Nekem volna egy felvetésem, miszerint is az úgynevezett átmeneti rendelkezésekben, amit önök most az alkotmányba emeltek be. Van egy olyan passzus, tudva levőleg, hogy amennyiben nemzetközi bíróság vagy egyéb nemzetközi testület bírságot szab ki Magyarországra, akkor a mindenkori kormánynak kötelező adókivetésből ezt fedeznie. Akkor amennyiben nem így szól, akkor tisztelt államtitkár úr, akkor világosítson fel pontosan, hogy hogy van ez a passzus, amit önök átmeneti törvényekből most már az alkotmányban is emeltek, és önök úgy tűnik, nem pusztán adókivetéssel akarják ezt a kérdést kezelni, hanem a demokrácia szűkítésével és a pártok állami támogatásának a szűkítésével. Várom válaszát. Köszönöm szépen. Csak jelzem tisztelt képviselőtársaimnak, ha a bizottsági ajánlás a kezükben van, akkor ott világosan látszik, hogy az előterjesztő mivel ért egyet, mivel nem ért egyet. Megadom a szót Schiffer Andrásnak, az LNP képviselőjének 2 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a kettes ajánlási pont, és én is arra hivatkoznék, hogy mivel ért egyet az előterjesztő. Szóval folytatnám Vágó képviselőtársam gondolatait, hogyha egyetértenek azzal, ami az Alkotmányügyi Bizottság által támogatott módosító javaslat, akkor én is kérném államtitkár urat, hogy világítsa meg, hogy ez a megoldás, tehát hogy a pártok költségvetési fejezetéből vonják el a kártérítési összeget, ez hogyan harmonizál ezzel az úgynevezett elkurtuk adóval, hogy önök egyébként meg a véglegesnek tekinthető átmeneti törvénybe, tehát az alaptörvény kukájában úgy rendelkeztek, hogy az emberekkel akarják megfizettetni azt, hogyha az önök hibájából nemzetközi intézmény elmarasztalja Magyarországot. Akkor a két rendelkezés, vagy a javaslat és az egyébként hatályban lévő úgymond alkotmányos rendelkezés hogyan van összhangban egymással? Köszönöm szépen. Mivel több felszól...